Újra itt vagyunk, folytatjuk a Mob utánpótlás magazinját. Stábunk meghívást kapott egy olyan rendezvényre, ahol az operatőrön és a riporteren kívül lényegében mindenki fantasztikus sportoló volt. A nyugdíjas olimpikonok minden évben találkoznak egyszer, hogy megszorítsák egymás kezét, és beszélgessenek egy kicsit a múltról. A statisztikus biztosan úgy kezdeni ezt a tudósítást, hogy csak elvétve ennyire magas az egyfőre jutó világsztárok mennyisége. A sportrajongó meg simán teleíratná a jegyzetfüzetét, hiszen ilyen sok olimpiai bajnokkal és helyezettel tényleg ritkán lehet találkozni. Az ünnepség tárgya minden évben, hogy azokkal az olimpiai bajnokokkal, azokkal az olimpikonokkal, akik hazánkat képviselték a téli, illetve nyári olimpiákon, egy pillanatra megálljunk itt az ünnepek előtt, és együtt emlékezzünk azokról a hihetetlen és fantasztikus teljesítményekről, amiket a magyar sport érdekében elértek. Ez egy nagyon felemelő, nagyon mindig meghitt esemény a Magyar Olimpiai Bizottság életében, hiszen nekünk fiataloknak együtt lenni azokkal a ikonokkal, azokkal a hihetetlen teljesítményt nyújtó sportolókkal, akik itt ma helyet foglalnak velünk, és együtt emlékezhetünk, az mindig egy nagyon-nagyon megtisztelő, felemelő érzés. A megjelent olimpikonokat Borkai Zsolt köszöntötte, aki itt ugyan MOB elnökként volt jelen, de mivel maga is olimpiai bajnok, kettős volt a szerepköre. Jó volt látni és tapasztalni azokat a öröm mosolyokat, ami az arcotokon ilyenkor megjelenik, és jó számomra is azt látni, hogy eljöttök erre a rendezvényre, hiszen érzitek annak a fontosságát, hogy egymással ilyenkor egy kicsit tudjatok beszélgetni, és eszmét cserélni. Több olimpikont is megkérdeztünk arról, hogy nekik mit jelentettek az ötkarikás játékok. Köteles Erzsébet 1956-ban a kéziszer csapat tagjaként lett bajnok. A sporták történetében egyedülálló módon úgy, hogy nem volt annyi egyforma szalagjuk a gyakorlathoz, ahányan ők voltak, ez pedig általában kizáró ok. Amikor megérkeztek Melbourne-be, az ottani magyarok, hát volt sírás, zokogás, minden, festők felajánlották, hogy lehúzzák natúrszínre a szalagot, és piros-fehér zöldre átfestik a versenyszalagunkat. Na most ebből ugye egy hiányzott. Hát erre Bali néni, aki a csapat vezetők volt, Herpik Rezsőné, lement a zsűrihez, és előadta, igazságtartalma volt, hogy kérem, a magyar csapat ezzel a bizonyos lila, kék, sárga, zöld, stb. Tehát a szivárvány színeivel, ami az ifjúság összefogását jelent, stb. Ezzel készült a versenyre, de a világ értesült az otthoni sajnos lezárult eseményekről. Erre az itteni magyarok átfestették a versenyszalagunkat piros-fehér-zöldre. Na most ezért mi úgy gondoltuk, hogy egyet meghagytunk szimbólumnak az eredeti szalagszínből, és akkor hát a mostaniak az eseményre van. Tekintenek piros-fehér zöld szalag. Hát ezt elfogadta a zsűri, és így nem zártak ki a versenyből, és így végül is hát olimpiát tudtuk nyerni. Szűcs Lajos 1968-ban Mexikóban nyert a foci csapat tagjaként. Nagyon boldogan emlékszem vissza, mert a Guatemala ellen az én fejes gólommal jutottunk a legjobb négy közé. Életemben még soha nem fejeltem gólt, az olimpián sikerült, és ezzel a legjobb négy közé jutottunk. És utána pedig lenne az Azték stadionban a négy közé jutásért pedig, vagyis már ott a döntőbe jutásért a japánok ellen játszottunk, és a japánok ellen pedig sikerült három gólt lőnöm, ami szintén egy óriási teljesítmény volt, hiszen én nem nagyon szoktam gólokat lőni, mivel nem csatárként szerepelek a csapatban. A rendezvény a hivatalos program után óriási beszélgetésé alakult, hiszen mindenkinek bőségesen volt mondani valója. A folytatásban következzenek a Magyar Olimpiai Bizottság friss hírei. A rövid program után a Kürt is megnyerte Tóth Ivett a műkorcsolyázók négy nemzet bajnokságán a lengyelországi Katowicében, így az élen végzett a nők mezőnyében. Az éppen 18 éves versenyző a lengyel, cseh, szlovák és magyar műkorcsolyázók összevont országos bajnokságán 114,34 pontot kapott a bemutatójára, ez pályafutása legjobbja. Összesítésben 175,7 ponttal végzett az élen, ami a Nemzetközi Szövetség honlapja szerint ugyancsak egyéni csúcs.
A Knoch Viktor, Burján Csaba, Liu Shaolin Sándor és Liu Shaolong összeállítású magyar váltó nyerte a negyedik rövidpályás gyorskocsi a világkupa verseny 5000 méteres váltószámát. A viadal egyben olimpiai tesztverseny is volt, ezért különösen jelentős ez az eredmény. A férfi 5000 méter váltók fináléjában öt nemzet, a magyar, a kanadai, a koreai, a kínai és az amerikai váltó versengett az érmekért. A rajt után egy ideig az amerikaiak vezettek, majd amikor már csak 35 kör volt hátra, a hazai közönség hangos biztatása mellett a koreaiak álltak az élre. A magyar csapat 27 körrel a vége előtt vette át a vezetést, és onnantól kezdve már nem is hagyták, hogy megelőzzék őket. Körkérdés rovatunkban arról kérdeztük a sportolókat, sportvezetőket, hogy hogy látták a 2016-os évet. Versenyrendezés szempontjából a most már szokásos World Tour eseményeken túl, ami most már major kategóriájú volt, Európa-bajnokságot rendeztettünk Budapesten, ami hát egy kiemelkedő esemény volt természetesen, és fantasztikus magyar siker is volt rajta, éppen a budaörsi illetőségű női párosnak a bronzérme, úgyhogy ez egy fantasztikus eredmény. Az utánpótlás sport tekintetében pedig növekedett az utánpótlás korú igazolt játékosoknak a létszáma, ami nagyon fontos, és elindult az a teljes iskolai év, tehát a 2016-os, 2017-es tanév, amikor már a sport legyen a TIET programon keresztül közel 230 iskolában rendszeresen pingpongoznak gyerekek azokon az eszközökön, amelyeket országszerte a szövetség a kormányuk működésével szétosztott. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy egy széles bázisnak a megteremtése indult el az idei évtől, és erre tud szervesen ráépülni az élsport, a célsportban folyó utánpótlás nevelés, és természetesen a felnőtt élsport is. Úgyhogy mind versenyszervezés, mind az eredmények megalapozása szempontjából fontos év volt, és hát az utánpótlás Európa-bajnokságról se feledkezzünk meg, amely az idei évben már egy jobb eredményt mutatott, mint 2015-ben. Pontszerzőhelyeket, illetve érmeket hoztunk az Európa-bajnokságról, aminek természetesen nagyon örültünk. Hosszú idő után egy Európa-bajnokságon szerepelt a magyar labdarúgó válogatott, ami nem akármilyen teljesítmény, és én azt hiszem, hogy talán mondhatom, de még nem az igazi, de valami elindult a magyar labdarúgásban. Nagyon jó is, meg rossz is. Rossz dolgok is történtek. A jó az, hogy Európa-bajnokságon végre nagyon hosszú idő után pontszerzők lettek a lányok. Tehát megjelent Kovács Zsófi, aki ötödik helyezést ért el 16 évesen Európa-bajnokságon. Ez egy nagyon jó dolog. A rossz dolog az, hogy sérülés miatt nem tudott részt venni az olimpián Berki Krisztián, illetve Hidvégi Vit pedig hát mai napig megmagyarázható ok miatt kihagyott egy elemet, és ezért nem került a szerencsétlen döntőbe. Ezért hát egy, megmondom őszintén, az olimpiák történetében a tornán belül ez egy elég szomorú év. Az év utolsó utánpótlás magazinjának végéhez értünk. Köszönöm a figyelmüket, stábunk nevében kívánok békés karácsonyt és boldog új esztendőt. Jövőre se felejtjék jelszavunkat, a sport mindenkié. Viszontlátásra!